Köszöntök mindenkit, ez itt a ti hangotok. Itt vagyunk a Dicsőség napja gála után, a közönség találkozó, fergeteges hangulat, és még mindig a HCV-nek van a legcsodálatosabb közönsége, szóval most be is vetjük magukat közéjük. Gyertek velünk! Meghasson a földben, remeg a fal, az egész tömeg csak egyet akar. A földön fekszem, haldott blokk, de ami erőt ad, az a ti hangotok. Meséljetek nekem, mi tetszett a mai estén? Radics Peti! Radics Peti! Radics Peti! Miért? Mert egyébként ő egy szimpatikus figura, vagy azért, mert hogy végre valaki úgy rúgta seggbe Zafert, hogy nem egy birkózó? És mindkettő. Igazából Radics Peti is egy olyan személy, hogy megmondja, amit gondolsz. Nekem a Növényi Norbert kontra Makai Renátó tetszett a legjobban, főleg a vége, hogy ilyen meghatóvá tették. Ugye, hogy megható volt? Igen, nagyon. Ezt lehetett volna tudni, hogy Növényi Norbert ugye le fogja győzni Makai Renátót, bár Makai Renátó is eléggé tehetséges. Ebben egyet értünk, és nem is mernék más mondani Renátó, nagyon ügyes vagy. Jó képű gyerek a Radics? Hát, a Radics Peti haverommal lehet csajozni, szóval... És te csajozol? Én vagyok Radics Peti. De egyébként azt hallottam, hogy te nem vagy jóképű gyerek, azt mondja. Pali, nem akarok... Ne, én láttam, hogy Zafarral mit csinálta, és engedd meg, hogy... Szimpatikus fiatalember, nem is tartunk fel. Köszönöm. Radics Peti a haverom. Végig tomboltad az egész estét, jól láttam? Vagy volt olyan esetleg, ami nem tetszett? Hát a boldó árulás az nem annyira tetszett, de jó volt. Ezt te kinézted volna boldóból? Nem. Viszont mi tetszett neked a mai estén? A Radics Peti az nagyon, főleg az a csicska, nagyon ott volt. Erre is felejtettük Zafa. Hogy hívják? Csicska. Hogy vagytok? Nagyon jól. Fantasztikus volt a gála, nagyon tetszett. Nem azt mondom, hogy ezt akartam hallani, de azért láttam, hogy voltak, amikor egy kicsit kieresztítettétek a hangotokat. Pontosan. Mi tetszett a mai est? Igazság szerint az utolsó meccsről nagyon tetszett, ez gyönyörű. Vége volt a Norbinak. Ez nagyon fantasztikus volt, meg igazából a Renegade meccs tetszett. Tehát ez a Gentleman nagyon egy új feltörekvő és nagyon tehetséges. Tehát aki a második meccs után ilyet bevállal, nagy jövő áll előtte szerintem. És most, hogy így összeálltak végre, boldó barátjával, mit gondolsz? Ez milyen konfliktusokat okozhat a jövőben? Hát szerintem ők lesznek az egyik legüdők és képesebb csapat a HCV-ben. Én szerintem még lehet, hogy a csapatban a cím is az övéké lesz. Szerintem. Nagyon köszönjük a figyelmet, reméljük, hogy ti is jól éreztétek magatokat, mert mi fantasztikusan éreztük magunkat itt a Soroksári Sportcsarnokban a Dicsőség napján. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra és kövessetek minket a közösségi oldalainkon, hiszen mindig kaptok új és új tartalmakat. Maradjatok velünk, ti vagytok a legjobbak, hát az egész rólatok szól, értetek, csináljuk. A legfontosabb, a ti hangotok. Szevasztok!